Úgyhogy üdvözlet mindenkinek. Még várok egy kicsit, hogy visszatérjen mindenki, aki itt volt az előbb. És el fogjuk kezdeni szépen lassan, még mielőtt elkezdjük. Már arról szó volt, hogy a Google Plus-on is meg lehet találni az infobábot, úgyhogy e, aki nézi majd a, a felvételét ennek a YouTube-on az fogja látni azt, ami a képernyőn történik, és az lehet, hogy segítség hasznos lesz. Úgyhogy a Google Plus-ra azt találtam ki, hogy oda fogom feltenni a videók mellé az összes, verset, ami szerepel a videóban, minden linket és minden adatot, ami nem fér oda a YouTube-ra a leírás részben. Ezt, tudom, hogy erről már volt szó, de eltart egy darabig, még visszaállítom az eredeti neveket a versekben, meg a, az összes szót, amit ki kell benne cserélni, különösen a nevek, míg ezt kicserélem, meg, meg megcsinálom azt, hogy az egész be legyen szerkesztő rendesen, úgyhogy ez folyamatban van, ezt folyamatosan csinálom, most már a, a videókhoz a Google Plus-on be fogom illeszteni a, ott a leírás részbe, úgyhogy ezek, akiket érdekelnek a versek, amik szerepelnek a videókban, azok a, azok a Google Plus-on megtalálhatók lesznek, és csak annyit kell csinálni, hogy rákattintani egy-egy videónak ott a leírására, és akkor akkor ott lesz az összes vers, és akkor átnézhetitek, úgyhogy vissza van állítva benne az eredeti név, és szerintem az hasznos lesz. Legalábbis jobb mint mint hogyha a Facebookra írnék mindig mindent be. Úgyhogy ez az egyik, amit akartam, a másik az, hogy ugye két csatorna van a Youtube-on. Az lett most egyelőre úgy lesz, hogy a kéken csak azok a videók lesznek, amik az írással kapcsolatosak, a piroson pedig minden. Minden más, szia! Minden más, plusz az is, ami az írással kapcsolatos. A piroson minden felkerül, a kékre pedig csak azok, amik az írással kapcsolatosak. Úgyhogy akit a világ dolgai nem érdekelnek, az, az a kéken fogja megtalálni, a, amit akar, az összes többi pedig fent lesz a piroson, szia pár. Úgyhogy így lesz. Ja, vagy azt akartam még, hogy akinek van ideje, meg kedve, és és érez, az írhatna valamiféle blogot, vagy cikkeket bármi témával kapcsolatban, ami, ami megy a, a Facebook oldalon, vagy a Youtube-on, és akkor azt, ha olyan akkor meg tudnám osztani a, a Facebookon. Ez lehet a világ eseményeivel kapcsolatban hírek, vagy, vagy lehet akár az írással kapcsolatos is. Sőt, lehetne úgy is, hogy ahogy megcsináltuk, a testvérem csinálta az Énok könyvét, mint hangos könyv, ugyanúgy, aki, aki esetleg, akinek van ideje, vagy szeretné, akkor elkezdhetnénk a többi, hát úgymond extra könyvet felolvasni és megcsinálni hangos könyvbe. Már tesóm elkezdte a, a jubileumok, azt hiszem úgy hívják jubileumok könyvét, úgyhogy az is folyamatban van, az elég hosszú, de meg lesz. Az én könyve teljesen be van fejezve, úgyhogy az fent van, majd még felrakom úgy, hogy egybe az egészet, és aki, akinek van ideje vagy kedve, az, az csinálhatná a többit, mondjuk még a, a könyvét kellene megcsinálni mindenképp. Aztán meg, ha megtaláljuk az apokrif leveleket, akkor azt is föl lehetne olvasni, és akkor az is fönt lenne. Az nagyszerű lenne. Most pedig 6. haszokat el fogjuk kezdeni, és... Folytatjuk ott, ahol, ahol a múltkor abba hagytuk végül is. Igazából ahhoz képest, hogy mennyi vers volt nekem kigyűjtve, ahhoz képest nem sokat haladtunk. Megpróbálom most gyorsabban csinálni az egészet, de ezt nem ígérem, mert valahogy mindig elhúzódik. Úgyhogy megint az lesz, ami a múltkor, hogyha valaki, ha, ha van könyv valakinél, írás, akkor követheti abban, vagy pedig, vagy pedig persze online is ugyanúgy meg lehet keresni a verseket, és akkor ott is nyugodtan követhetitek. Vagy, vagy egyáltalán nem, mert én úgyis felolvasom az egészet, de úgy egyszerűbb, ha látjátok, meg előttetek van. Szerintem az lesz a legjobb, úgyhogy még arra annak adok egy kis időt, hogy megszerezzétek, és vagy, vagy az interneten megkeressétek. Elküldöm a linket, amit én szoktam használni de ez már szerintem mindenkinek megvan. Ide csak be kell írni az első három betűt. Például elég csak az első három karaktert, illetve a fejezet számát és a vers számát. És akkor meg lesz. Úgyhogy az első, az első vers az 5 Mózes 13. Ez gyakorlatilag majd tudom az egész fejezet. Úgyhogy ha megvan 5 Mózes 13, akkor azzal el fogjuk kezdeni. És így szól az első vers, mikor te közötted jövendőmondó vagy álomlátó és jelt, vagy csodát át néked, ha bekövetkezik is az a jel, vagy a csoda, amelyről szólott vala néked, mondván, kövessünk idegen hatalmaságot Isteneket, akiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat, ne hallgass eféle jövendőmondónak beszédeire, vagy az eféle álomlátóra, mert Jahua a ti hatalmasságotok, vagy Istenetek kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretitek, élj a kuát, a ti hatalmasságotok, a teljes szívetekből, teljes lelketekből. A lényeg, ami, amit ebből fontosnak tartottam, az az, hogy ha valaki, ugye itt jövendőmondót, vagy álomlátót említés jelt, vagy csodáról beszél, de teljesen mindegy, hogy, hogy ki az, Akiről szó van, akár proféta, akár tanító, akár pap, akár e, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ha bekövetkezik is az a jel vagy a csoda, amit ő mond, vagy amit e, e, jósol, amelyről szólott, de ha azt mondja, hogy kövessünk idegen isteneket, hatalmaságot, akiket te nem ismersz és tiszteljük azokat, akkor ne hallgass rájuk. A lényeg, a kulcs nem az, hogy ki mondja, vagy hogy e, hogyan mondja, vagy hogyan tud filozofálni? A lényeg az, hogyha azt mondja, hogy ne kövessük Jahua útját, akkor semmiképpen ne hallgassunk arra az emberre. Így lehet felismerni, hogy ki az, aki úgymond hamis proféta. Hiszen az egész, amit csinál, az arra való, hogy Jahua letesztel minket, hogy hogy, hogy mennyire vagyunk hajlandó őt. Úgyhogy akkor, amikor. Csak azért, azért szerettem volna ezt megmutatni, mert rengetegszer olvasom a hozzászólásokban, hogy, hogy ez hazugság, az hazugság, ez hamis tanító, stb. stb. A lényeg nem az, hogy mi mit gondolunk, vagy hogy érzünk az iránt, amiről szó van. A lényeg az, hogy mi az, ami le van írva, ha ez azzal összeegyeztethető, akkor. Ezt egyszerűen csak ez az, amit a teremtő akar. Ez az ő szava, ez van. Ha valaki ezt nem szereti, akkor, akkor az nem az én hibám, vagy azé, aki mondja. Jehova ja, úgy is meg fogja tudni, amit akar. És az, aki az egyszerű utat javasolja, az egész egyszerűen csak ugyanúgy fel, felhasználja őt is a teremtő, mint ahogy bárki más. Arra, ahogyan itt írja kísért hogy hogy megtudja, ha szeretitek éj a huát. Teljes szívetekből, teljes lelketekből. Négyes vers. Ja, a ti hatalmaságotokat kövessétek, és őt féljétek, az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és ő hozzáragaszkodjatok. Teljesen egyszerű, mi az ő szava az, amit leírt a tanakban, az úgynevezett Ó testamentumban. Az az ő szava, ez az, amit akar, úgy tiszteljük, úgy szeretjük, ahogyan ő azt leírta. Az a jövendő mondó pedig, vagy álomlátó, ölettessék meg, mert pártütést hirdetett Jahua ellen. A ti hatalmasságotok ellen. Aki kihozott téged Egyiptom földéből, és megszabadított téged a szolgaságnak házába. Úgyhogy az, aki másféle utat javasol, vagy aki azt mondja, hogy már nem kell, meg ez ószövetség, meg eltörölte, meg a kegyelem van, az mind csak a pártütés csinálja. És ebből rengeteg van. És most egy különösen arra gondolok, mert már láttam, rengetegszer elküldték azt a, ezt a lapos cáfolatai, vagy mi videót, meg hogy ezek ezt mondják, meg az a csoport azt mondja erről, hogy már nekünk nem kell ezt, meg a körülmetélés. Ha nem azt mondja, ami le van írva, akkor teljesen mindegy, hogy mivel tudja alátámasztani. A lényeg az, amit itt ír. Azért, mert pártütést hirdetett Yahuha ellen, hogy elfordítson téged arról az útról, amelyet parancsolt néked Yahua, a te hatalmaságot, hogy azon jár, járj, ki azért a gonoszt magad közül. Tehát mindenki, aki más utat javasol, vagy aki azt mondja, hogy, hogy az ő parancsolatai már nem számítanak, eltörölte, stb. Ez mind-mind a pártütésnek a része. Ez egy másik utat javasol. Elfordít, a huátó. Mindazok, akik azt mondják, hogy az Ó Testamentum, az az Atya, az Új Testamentum, meg a Fiú, az szintén pártütést hirdet. Az szintén elfordít, az hiszen, hiszen, a megváltó mindvégig azt hirdette, hogy, hogy az atyához tartozik minden dicsére. Ő az ő szavát hirdeti, ő őt képviseli itt a föld. Az más kérdés, hogy ő volt a megtestesült szó. De atto, az, a szó maga az atyától származik. Úgyhogy ezt tartsa észben mindenki, mikor hallgat össze a mindenkit, hogy innen lehet tudni, hogy ki az, aki az igazságot mondja. Hatos. Ha testvéred, a te anyádnak fia, vagy a te fiad, vagy lányod, vagy a kebeleden levő feleség, vagy lelki testi barátod titkon csalogat mondván, nosza menjünk és tiszteljünk idegen hatalmasságot, akiket nem ismertetek sem te sem atyáid. Ama népek hatalmasságai közül, akik körültek vannak, közel hozzád vagy távol tőled a földnek végétől a másik végéig, ne engedj néki és ne hallgass rá, ne nézz rá szánaloma, ne kímél és ne rejtegesd őt, hanem megölvén megöljed őt, ott te kezed legyen először rajta az ő megölésére, aztán pedig az egész népnek keze. Úgyhogy ő ezt elég komolyan veszi, hogy, hogy ki mit hirdet az a kapcsolatban, hogy mit kell csinálni, vagy mi az út, vagy mi az igazság, vagy hogy hogyan kell őt tisztelni. És az, hogy tiszteljünk idegen hatalmasságokat más népek isteneit, az ugyanúgy igaz a kereszténységre, vagy a buddhizmusra, vagy a meditációra, vagy az iszlámra, vagy a spiritualizmusra, vagy a New Age-re. Teljesen mindegy, hogy melyikről van szó, ez mind-mind idegen, úgymond istene. És hogy mindenki, aki ezt hirdeti, az abban az időben és a jövendő királyságban erre a sorsra jutott volna, és erre fog jutni tízes kövekkel kövezd meg őt, hogy meghalljon, mert azon igyekezett, hogy elfordítson téged a huától, a te istenetől hatalmaságot, aki kihozott téged Egyiptom földéből a szolgaságnak házába. És hallja meg az egész Izrael, és féljenek, és ne cselekedjenek többé ahhoz hasonló gonosz te közöttel. Az, aki azt hirdeti, hogy, hogy, hogy az ótesamentum már el van törölve, az elfordít, hiszen ha amennyiben el van törölve, nem fogjuk tudni megismerni. Hiszen a, az úgymond új testamentumban nincsen leírva pontosan, hogy mi az út. Az új testamentumhoz nélkülözhetetlen a tanak, az ó testamentum. Hiszen azt fogalmazza meg pontosan, hogy mi az út. És arra utal vissza mindenki, aki szerepel az úgymond új testamentumban. 12. -es. Ha valamelyikben a te városaid közül, amelyeket a ja, a te hatalmaságot ád néked, hogy ott lakjál, ezt hallod mondani? Emberek jöttek ki közüled, igaztalanságnak fiai, és elfordítják városuk lakosait, mondván, nosza, menjünk és tiszteljünk idegen hatalmaságokat, akiket nem ismertek. Akkor keres, kutas és szorgalmatosan tudakozódj. És ha igaz, és bizonyos a dolog, és megtörtént eféle utálatosság közötted. Például most, most volt szó nemrég arról, persze mindenképp lehet kérdezni, akár most is majd a végén megnézzük az összest. Az a lényeg, hogy a, a felház videóval kapcsolatban, én szerintem a felház nagyszerű példa erre, a, 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 arról beszél, majd van még két másik része egyelőre kész, majd feltöltöm azt is, csak még nem alakult úgy. Arról beszélnek, hogy ami már Amerikában meg külföldön nagyon régen megy ez a mozgalom, és akik ismerik, hogy hogy működik, talán ismernek neveket is belőle, de teljesen mindegy, mert a pápa ezt csinálja évtizedek óta, mindegy. Aki egy tető alá akar hozni mindenféle dolgokat, az mind ebbe a kategóriába tartozik. Erről beszél. Menjünk és tiszteljünk idegen hatalmasságot, akiket nem ismertetek. Az, aki reformátusnak vallja magát, és együtt ö, próbál lenni a katolikussal, meg a spirituálissal, meg mindenkivel, az ebbe a kategóriába fog beesni. És ez nem olyasmi, amit. Ö, amit jahú a jó szemmel fog nézni, hiszen ezt útálatosságnak hívja. 15. Hányt kard élére annak a városnak lakosait áldoz fel azt mindenestől, ami benne van. A barmát is kard érhányt. hányt. Úgyhogy szerintem, aki ezt olvasanak, van fogalma arról, hogy mi az, ami következik a világban majd. Hamarosan és ami préda van benne, hord, mint egy üvé az ő piacának közepére, és égesd meg a város tűzzel, és annak minden prédáját is teljes áldozatú a huának a te hatalmasságodnak, és legyen rom mindörökké, és soha többé felne ne építesse. Ne ragadjon semmi a te kezedhez abból az átokra valóból, hogy szűnjék meg a hua haragjának búsulása, és könyörületes legyen hozzád, és könyörüljön rajtad, és megszaporítson téged, amiképpen megesküdt a te atyáidnak. Úgyhogy nem hogy, az, nem, hogy azokat, akik részt vesznek ebben, hanem az egész várost, meg mindent, ami hozzájuk tartozik, meg az egész várost égesse Hiszen pontosan tudja, hogy mi az, mit jelent az, amikor elterjed egy-egy ilyen felház gondot. És tényleg nem azt mondom, hogy ők erre a sorsa kellene, hogy jussonak. Én ezt hangsúlyoztam a videóban is. Én azt mondom, hogy maga a gondolat az, az egy útállatosság Yahoo a szemében. A keveredés, az ő útjától való elfordulás, ezt ő egyáltalán nem nézi jó szemmel. Olyannyira, hogy az egész várost nem akarja látni. És most, hogy közeledik a kovásztalan kenyér ünnepe, még jobban megértheti az ember, hiszen pontosan erről szól az egész ünnep ha meghagy az ember egyet, vagy kettőt, akkor az el fogja kezdeni újra terjeszteni ezeket az ostoba dolgokat. Ezért írja az, hogy mindenkit, és még azokat a dolgokat is. Hogy az emberek eszébe se jusson az egész. 18. Ha hallgatsz a huának a te hatalmaságodnak szavára, megtartván minden ő parancsolatát, amelyeket én ma parancsolok néked, hogy az cselekedjed, ami igazja huának a te hatalmasságodnak szemei előtt. Úgyhogy ez az ő véleménye arról, amikor az emberek hirdetik a saját dolgokat. És az, amikor, amikor arról van szó, hogy szerintem, meg ez ezt mondja, meg, meg ugye így, meg ugye úgy, meg, meg amúgy, az mind-mind ez a kategória. Mikor, mikor az ember elkezd filozofálni arról, hogy szerinte mi történik a halál után, hogy szerintem E így, vagy szerintem úgy. Az, az, az mind ez a kategória. Az ember kitalál magának saját filozófiát. És annak nem nagyon van helye, amikor a teremtőről van szó. Máti 7.12.16. Ez a következő, amit meg fogunk nézni. Máté 7, 12. versetől kezdjük. Úgyhogy, nézzük. 12. -es. Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Ez elég egyértelmű. Ahogy mi akarjuk, hogy velünk viselkedjenek, úgy cselekedjünk másokkal. Miért? Azért, mert ez a törvény, és a proféták. A amikor azt mondja valaki, hogy a törvényt eltörölte, vagy az testamentum úgy, ahogy van már nem fontos számukra, akkor az nem olvasta el figyelmesen még az sem, amire azt mondja, hogy az érvényben van. Hiszen azt mondja, hogy, hogy ha, ha azt akar, hogy az emberek. Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták. Az Ó Testamentum a Tanak erről szól, hogy hogyan kell egymással viselkedni, hogyan kell élni. Ha valaki ezt el akarja törölni, a törvényt, akkor az van, ami most van. A szeretet az nem azt jelenti, hogy az ember azt mondja, vagy gondolja, hanem, hogy úgy él. És ez az, amire a törvény szolgál. A törvényt nem lehet eltörölni. Nem csak a törvény, a proféták ugyanúgy. Ez pedig mind az úgymond ó testamentum van. 13. Menjetek be a szoros kapun, mert tágos az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Hogyha sokan vannak, akik azon járnak, és tágos a kapu, és széles az út, akkor miért gondolja mindenki, hogy bármit lehet csinálni, és a végén odaér az ember? -hogy, hogy, hogy jön az össze a szoros kapuval, hogy mindent lehet csinálni? Hogy mehetünk a saját fejünk után, hogy, hogy olyan ünnepeink vannak, amit, amit akarunk, és ő megbocsát mindent a végén. Akkor mi a szoros kapu értelme? 14, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, ami az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Akkor, akkor ezzel hogy jön össze az, hogy, hogy mindenki egy Istent imád? hogy mindenki egy Isten szolgál, és majd mindenkit a végén ő, ő, magához vesz. Ha egyszer itt azt írja, mert szoros az a kapu, keskeny az az út, amely az életre visz, kevesen vannak, akik megtalálják. Nem az, hogy azt írja, ez maga Jahusach másják mondja ezt. Mire figyelmeztet a 15-ösben, őrizkedjetek pedig a hamis profétáktól. Azoktól, akik eltérítenek benneteket Jahua útjától, ahogy az előbb olvastuk, akik pártot ütnek. Akik a saját fejük után mennek, akik másféle tanításokat hoznak be. Ezek a hamis proféták. akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belő ragadozó farkasok. Azok, akik azt mondják, hogy ők az írása alapozzák, hogy ők Jézusban hisznek, hogy ők keresztények, hogy ők buddhisták, hogy ők szeretnek mindenkit, de ők belő ragadozó farkasok hiszen eltérítik az embert az útról, és amikor eltér az úttól, akkor már nem a szoros kapuba fog bemenni a keskeny úton, hanem a tágas kapun a sok emberrel. Ezért mondja azt, hogy juhok ruhájában jönne. Minden vasárnap arról prédikálnak, hogy mindenkit szeretnek. Meg hogy, hogy Isten mindenkit szeret, meg elfogad úgy, ahogy van az a probléma, hogy Yahoo sosem mondta ezt. 16. Gyümölcseikről ismeritek meg őket, vajon a tövisről szednek és szőlőt, vagy a bolytorjára a fügét. Ez az, ahogyan az ember felismeri őket. Az ember viselkedése és cselekedetei azok, és beszéde, ami elárulják őt. De legfőképp a cselekedetei, ugyanis beszélni, meg mondani bárki tud bármit. Meg mond is gyakorlatilag. Máté 24-10-14. Ez a következő. Máté 24-10-14. Üdvözlet mindenkinek, aki később érkezett. És nagyszerű, hogy itt van mindenki. Nézzük, mi történik. Máté 24.10, így szó. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Ez ugye az utolsó idők erről beszél. Ugye a húsák, ha másják, ez szintén az ő szabaj. És sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. Ki a hamis proféta, aki másfajta utat hirdet, mint ami le van írva. És azért mutattam meg öt mózást az előbb, hogy mindenki lássa, hogy mi a, az egész a menete. Ez így a Hua az, aki a, ezt a szellemet, ezt a spiritet ráteszi azokra az emberekre, hogy tesztelje a világot, tesztelje mindenkit, hogy hol áll a szíve, hogy melyik úton megy hogy elfogadja azt, hogy bármelyik ünnepet lehet bármit csinálni bármikor, vagy pedig keresi kutatja, és úgy van vele, hogy hát ha mi az, amit ő mond, nem mi az, amit, amit ez a csoport, vagy, vagy, az a YouTube csatorna, vagy az a pap, vagy akárki. Mi az, ami le van írva, amit ő akar. Minden egy teszt. Onnantól kezdve, aki elkezdi ezt a folyamatot mondani, hogy, hogy másfajta útra terelje minket, egészen odáig, hogy mi a következménye ennek azokra nézve, akik ezt terjesztik, és akik részt vesznek benne. Szerintem a 12-estől igazán érdekes ez az egész, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban megidegül. Ez a mi időszakok. Ez az az időszak, amiben mi élünk. Mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, mi a gonoszság? Erről már számtalan szó volt szó, szóval ezért ki a 18 ba megtaláljátok az egész Ezekiel 18 nagyszerű, a, a, minden ember a saját bűnét feláll, ugye erről szól az egész Ezekiel 18. És abból ki lehet szűrni, hogy mi a gonoszság. A gonoszság természetesen az, aki nem követi a parancsolatokat, a torát, az instrukciót, aki nem az ő útján jár. Ez a gonoszság. A szeretet me sokakban meghidegül. Az, ha, ha az ember nem az úton jár, akkor a szeretet meghidegül mivel a szeretet maga az út. Az instrukciók, a tora az, ami megmutatja, hogy hogyan kell szeretnünk őt, egy, és az embertársainkat kettő. Ha nem azon az úton járunk, akkor a szeretet meghidegül. Erről beszél. Teljesen mindegy, hogy mennyi, mennyi szívet rak föl valaki a Facebookra, vagy mennyire mondja azt, hogy ő mindenkit szeret, vagy mennyi fát ölel meg. A lényeg az, hogy mi az, amit jahua gondol erről az egészről. Mi az ő instrukciója azzal kapcsolatban, hogy hogy kell szeretni az embertársainkat, és ő. Teljesen mindegy, hogy az ember húsvétkor mire gondol. Mikor tisztátalan állatokkal van körülvéve, és pogány hagyományokat folytat annak ellenére, hogy tudja, hogy nem, nem így kellene. Megvan a módja annak, hogy hogy kell szeretni őt, és hogy kell szeretni egymást. Úgyhogy az úttól való eltérés miatt hidegül meg a világ. Ez az, amit most látok. De aki mindvégig áltatos marad, az üdvözül. Ezt javaslom azoknak, akik azt gondolják, hogy Elmondanak egy imát, vagy az van a szívükben, hogy, hogy ők szeretik Jézust, vagy akárkit, és ők már megvannak mentve. És majd őket el fogja itt ragadni, mielőtt elkezdődik a káosz. Egész másról beszél. Azt mondja, aki mindvégig kitart, aki mindvégig áhatatos marad, az üdvözül. Aki mindvégig ezen jár, minden egyes nap a végéig. 14. És Elohim országának ez az evangéliuma, ez a jó híre hirdetedik majd az egész világon, bizonyságú minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Azért, mert a jó hír, ha, ha a jó hírről még nem láttátok a, a videót, arról van négy, egy egész sorozat, hogy mi a jó hír. A jó hír az az, hogy a torak követésével az ember el tud jutni a királyságba. Ez a jó hír. Meg természetesen az, hogy Izraelt visszafogadja. Az igazi népét visszafogadja inkább úgy, és egyesít Izraelt és Judát. Plusz ugye minden tett népet, aki hajlandó az úton járni, az bekerül a királyságba. Ez a jó hír. A jó hír nem az, hogy, hogy, hogy szabad a gazda, és, és mindent lehet. Miért lenne az jó hír, mikor itt írja le, hogy a gonoszság miatt a szeretett meghidegül az emberekben, és mindvégig állhatatosnak kell maradnunk, akkor mi más lenne a jó hír, mint az, hogy az ember járja az utat, akkor eljut oda. Ez az, amiről beszél Máté 24-ben. Én nagyszerűnek tartottam, és úgy gondoltam, hogy érdemes megosztani. A következő ezéki a 18, úgyhogy akkor nézzük meg, hogy miről van szó ott. Ez IKL 18-as fejezet. Én csak a 20-astól olvasom, mert így is nagyon hosszú lesz ez az egész. De érdemes az egészet elolvasni, nagyszerű szerintem. Mint ahogy mind, de, de ez különösen. Ez a fejezet. Ez 18:20. 18-20. Itt szó, amely lélek védkezik, annak kell meghalni. A fiú ne viselje az apa védkét, se az apa ne viselje a fiú védkét. Az igazon legyen az ő igazsága, a gonoszon az ő gonossága. Ha, ha, ha nincsen ószövetség, ha, ha eltörölte, akkor... akkor mi értelme van az egésznek? Akkor miért nem mondja azt, hogy van 40 parancsolat, ez, de azt se kell betartani, mert igazából nem lehet onnantól a mindenki azt csinál, amit akar. Akkor mindenki egy ezer oldalas könyv. Persze ez csak egy költői kérdés, de a lényeg az, hogy ezt le akartam szögezni még előtte. Ha esetleg valaki abban a hitben van, hogy, hogy ez már ránk nem vonatkozik, ami a, az Ószövetségben írva van. Az igazon legyen az ő igazsága, a gonoszon a gonoszsága. 21. És ha a gonosztevő, ki a gonosztevő? Ki fog derülni egyébként mindjárt. Megtér minden védkéből, melyeket cselekedett. A gonosztevő az, aki védkezik, és aki úgy cselekszik, és megtartja minden parancsolatimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik, élvén éljen és meg ne hallja. Úgyhogy az, az ótestamentum megadja a választ arra, hogy egyes fogalmak. Mik az új testamentumban? Ha azt mondja, hogy a gonosztevő megtér és megtartja a parancsolatot, a törvény szerint él, és igazságot cselekszik, akkor nem a törvény a parancsolat, és az igazság az ellentétje a gonosztevőnek? Az igazság a törvény és a parancsolat. Ha ezt behelyettesítjük Máté 24.10 illetve 12 ben mivel hogy a gonoszság megsokasodik, akkor a gonoszság a törvénytelenség és a parancsolatok meg nem tartása. Az Ó testamentum nélkül nem lehet értelmezni azt, amit a megváltó mond. Hiszen akkor kénytelenek vagyunk behelyettesíteni azt, amit a szótár megad a gonosztevő fogalmára. És ha már itt tartunk, akkor azt hiszem van valahol itt nagyon gyorsan talán meg lesz egy szótár. Viki szótár. Úgyhogy meg fogom keresni most azt, hogy mi a gonosz tevő. És nincs. Egy pillanat gonosz! megosztom ezt a linket, úgyhogy mindenki megnézheti. Csak azért, hogy, hogy, azzal a logikával, amivel a legtöbben közelítenek az íráshoz, hogy mit jelent a gonosz, az igazság, mit jelent a szeretet, mit jelent a, az, hogy a helyes út, mit jelent az ige, az írás. Ha ezt próbáljuk a világ fogalmaival magyarázni, akkor egy egész más úton fogunk elindulni, és egy egész más célhoz fogunk érni, mint, mint ahova kellene. A gonosz szó jelentése, ez wikiszótár.hu. Életellenes ártó, aki er erkölcsi romlottsága ártó céljai következtében egy személy, csoport, élőlény létező dolog kárára bajthoz akadályt gördít, testi, lelki fájdalmat okoz, vagy okozni akar. Ez a gonosznak az első definíciója. Ez nem lehet az, amire a teremtő gondol. Hiszen az erkölcsi romlottságot, hogyan hatá... mi az erkölcsi romlottság? Mi az ártó cél? Mi az, hogy akadályt gördít? Mi az, hogy kárára bajt, bajt hoz? Ő leírta, hogy mik ezek a dolgok. Ő több száz oldalon keresztül próbálta magyarázni azoknak az embereknek, hogy mik ezek a dolgok, amik szerinte gonoszak. Ha mi próbáljuk a mi fogalmainkat behelyettesíteni, akkor nyilvánvalóan a végén jók leszünk. Hiszen mindenki jó, hiszen úgy állítja fel a mércét, hogy a saját életében ő jó legyen. Mindegy, itt a, itt a link, majd a többit megnézitek, de ezt akartam csak ezzel bemutatni, hogy a két könyv, idézőjelvet, a két könyv együtt működik. A tanák az úgymond ótestamentum Testamentum szótárként funkcionál a, az Új Testamentumhoz. Azaz, ahol meg vannak fogalmazva a maguk a, a szavak, illetve a fogalmak. 22. Ezekkel 18-22. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett emlékezés nem lészen az ő igazságáit, melyet cselekedett élni fog. Ez a jó hír. Ez az evangélium. Amikor az ember megtér, elfelejtődik minden gonossága. Ez a jó hír, amiről a megváltó beszélt. Nem az, hogy bármit lehet csinálni, hanem az, hogy, hogy semmi gonoszságáról, melyet cselekedett emlékezés nem lésze. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja Jahua Elohim, nem. Azt, hogy megtérjen útjáról és éljen, azt kívánja mindenkinek azt kívánja, hogy az ő útján járjon, és éljen. Ha azt mondja, hogy megtérjen útjáról, akkor változásnak kell bekövetkezni. A változás pedig az ő instrukcióihoz való hozzá alkalmazkodás. 24. És ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden útállatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedett, cselekszik, nem de éljené? Semmi igazságairól, melyeket cselekedett, emlékezés nem lészen gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő védkét, mely a védkezett, ezekért meg kell halnia. Ugyanúgy oda-vissza érvényes. Nem lehet tudatosan bűnt elkövet. És minél többet tud az ember, annál jobban kell alkalmazkodni ahhoz a rendszerhez, amiről itt szó van. És az nem fér bele, hogy valaki tudja, hogy mi az igazság, és ennek ellenére nem azt cselekszik. 25. És azt mondjátok, nem igazságos a huának útja. Ó, halljátok meg, Izrael háza, az én utam nem igazságosé? Nem inkább a ti utaitok nem igazságosoké? Ha elhajol az igaz az ő igazságától, és gonosságot cselekszik, és amiatt meghal, gonossága miatt hal meg, melyeket, melyet, cselekedett. És ha a gonosztevő megtér, az ő gonosságától melyet cselekedett, és törvény szerint igazságot cselekszik, ez az ő lelkét megtartja életben. Az igazság a törvény szerinti életmód a törvény szerint és igazságot cselekszik. Nem azt az igazságot, ami az ő fejében van, amire azt gondolja, hogy az az igazság, hanem a törvény szerint és igazság. Mert belátta és megtért minden gonoszságától, melyeket cselekedett élvén éljen, ne halljon meg. Ez maga a jó hír. Ezekiel 18-ban. Többek közt. Máté 7, 21, 24. Ez nem kevésszer fordult már elő, de valahogy szerintem ez egy fontos vers, és nagyszerűen, nagyszerűen bemutatja azt, hogy mi is a legfontosabb, a hua számára. És ha már a gonoszságot ha már a gonoszságot felderítettük, akkor ezt pont fel fogjuk használni. Máté 7, 21, 24. Közbe próbálom. Igen, zsidókhoz 10-16, akit érdekel. Zsidókhoz 10-16, 26, a, hogyha valaki tudatosan bűnt követel. Zsidókhoz 10-16 és, és zsidókhoz 10-26. De ezt most nem fogjuk megnézni. Máté 7-21 így szó. Nem minden, aki ezt mondja nékem Adonai, Adonai, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Akkor mi az ő akarata ez a kérdés, és utána, amikor ez megvan, akkor az ember tudni fogja, hogy mit kell tennie. Az megy be a mennyek országába, aki cselekszik az én mennyei atyám akaratán. Ez pedig. Zsoltárok 40 és 8. Ezt meg kell keresnem, mert ezt nem írtam le. Zsoltárok 40-es fejezet, 8-as vers. Illetve az a probléma, hogy... Egy pillanat. 40-es fejezet de másképp van a. Igen, 9-es vers, bocsánat. Így kezdődik a 8-astól, akkor azt mondtam, íme jövök a könyvtekercsben írva van felőlem, ez ugye a megváltó jahussák, ha másiak a könyvtekercs, az maga az írás, a, amit mi Bibliának hívunk, a könyvtekercsben írva van felőlem, ez az egész róla szól. 9, hogy teljesítsem a te akaratodat, az ő akaratát, Elohim akaratát, hogy teljesítsem a te akaratodat. Mi az akarata? Ez kedvelem Ó, Jahua, a te törvényed keblem közepette van. Ez Jahua akarata, hogy a törvény az emberek szívében legyen. És akkor tudja majd az ember tiszt szívből csinálni, és úgy, ahogyan azt ő akarja és elvárja. Ha ezt nem tudja valaki, ha nem megy vissza és ta keresi meg Zsoltárok 40-es, 9-es verset, akkor elkezdheti kitalálni magától, hogy mi az atya akarata. Azonban, ha visszamegy, akkor pontosan tudni fogja. 22-es Sokan mondják majd nékem a manapon Adonai, Adonai. Nem a te nevedben profétáltunk ki? -e. Első dolog a profétálás. Az, hogy egyrészt ugye, hogy mi a jövő, másrészt ugye hirdetni azt, hogy mit akar a teremtő. Még ha az igazságot mondjuk is, és arról van szó, hogy ő ezt akarja, elmagyarázok nagyszerűen. Azt írja, hogy nem a te nevedben profétáltunk ki, -e, nem a te nevedben űztünk ki -e ördögöket, és nem cselekedtünk és -e sok hatalmas dolgot a te nevedben. Mindezek a dolgok, a profétálás, az ördögök üzés, az emberek gyógyítása, a csodák tétele, ezeket mind csinálták ezek az emberek, akikről beszél. És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők! Akkor ezek szerint ezek a dolgok mind, amik a 22-es versben fel vannak sorolva, nem számítanak. Az mind kevés lesz. Azért, mert ők gonosztevők. Akkor érdemes kitalálni, hogy mi a gonosztevő. De már kitaláltuk, hiszen ezikiel 18 erről szólt, hogy mi a gonosztevű az, aki nem cselekszi a törvényt. Mindig ugyanoda érünk vissza. És így egy egész más értelmet nyer az egész könyv. Mikor rájön az ember, hogy ide, oda, ugrálva megtudja azt, hogy mi az igazi akarata. Ez a nagyszerű az egészben. 24. Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket. Valaki ugye hallja én tőlem e beszédeket, aki a törvényeket ismeri, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki kősziklára építette az ő házát. Hallja, és megcselekszi. Ugyanúgy, ahogy azt hiszem, hogy ez is zsidókhoz 11-es. Mindjárt megnézem. Igen, zsidókhoz 11.1, amikor is arról van szó, hogy... Bocsánat, rómaiakhoz 10-17, de mindjárt megkeresem. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által. Ezért mondja azt, hogy hallja a beszédeket, és megcselekszi azokat. Aki hallja, annak lesz hite, és aztán pedig megcselekszik. Elohim igéje által hit nem lehet másképp, mint uh, olvasni a könyvet, megérteni és megcselekedni. Erre figyelmeztet a megváltó. Jeremiás 23-25. Következő Jeremiás 23.25 Oké. Okay. Hallottam, amit ez a 23, a 23-25-ös vers. Hallottam, amit a proféták mondanak, akik hazugságot profétálnak az én nevemben mondván. álmot láttam, álmot láttam. Ugye hamis profétákról lesz szó. Meddig lesz ez a hazugságot profétáló proféták szívében, akik az ő szívök családságát profétálják? Mindazok, akik filozofálnak akik elmondják, hogy szerintem így van, szerintem úgy van, itt ezt akartam mondani, és nem azt, és ez így van, és ezt már nem kell csinálnom. 26. 27. Akik el akarják az én népemmel felejtetni az én nevemet az ő álmaikkal, akkor a név számára lehet, hogy fontos. Amelyeket egymásnak beszélnek, miképpen az ő atyáik elfeledkeztek az én nevemről Baalért. Erről is csinálom kellett egy újabb videót, már, már volt 8, de az a lényeg, hogy az Úr szó, ami az írásban van, az kéberül Baal. Ez hát egy perc alatt meg lehet fejteni, hogyha az ember beírja azt, hogy Úr, angolul Lord, és rákeres arra, csak a Google-be beírja, hogy Lord Heberul Baal, vagy Lord in Hebrew Baal, és ez ki fogja adni. A minden egyes alkalom, amikor azt mondja az ember, hogy Úr, Ur, Uram, ez mind-mind Baal. Erről beszél itt. Miképpen az ő atyáik elfeledkeztek az én nevemről Baalért. Ez egyrészt illés proféta esete, másrészt pedig a, a jelenkor, amikor senki nem ismeri a nevét. Pedig ő, ő, őt érdekli. Hiszen azt mondja, hogy az én népemmel el akarják felejtetni az én nevemet. Az ő, ő álmaikkal. Hogy mindegy, hogy mi a neve. Vagy akárhogy hívhatom. hogy az én szívemben van. Ez mind, mind erről szól. A proféta, aki álomlátó, beszéljen álmot. Akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Miközben van a pojvának a búzával azt mondja, hogy a hua. Aki az álmat akarja látni, aki a filozófiát akarja terjeszteni, az nyugodtan terjessze azt. Aki meg az igét akarja terjeszteni, az meg beszélje azt. Igazán. És a kettőnek nincs köze egymáshoz. Ugyanúgy, ahogy megmondta Shao, hogy a hitetlenekkel ne legyünk fele más igában. Ugyanerről beszél itt is. A két könyv egy és ugyanaz. Legalábbis a mondani valóban. Nem olyan é az én igény, mint a tűz. Azt mondja Jahua, mint a sziklazúzó pörö. Azért ímé én a profétákra támadok, azt mondja Jahua, akik az én beszédeimet ellopják egyik a másiktól. Akik nem az igazságot mondják. Ímé én a profétákra támadok, azt mondja Jahua, akik felemelik nyelvöket és azt mondják, Jahua mondja. Íme én a profétákra támadok, akik hazug álmokat profétálnak, azt mondja Jahua, és beszélik azokat, és megcsaják az én népemet az ő hazugságaikkal, és hízelkedéseikkel, holott én nem küldtem őket, sem nem parancsoltam nékik, és használni sem használtak e népnek, azt mondja Jahua. Nem feltétlen a jövőről van szó, minden olyasmiről, ami megpróbálja megmagyarázni, hogy az ő szava már megváltozott. Vagy az ő instrukciói már nem érvényesek. Ez mind, mind ez a kategória. Ezeket ő nem küldte, nem parancsolt nekik, és ezek nem használnak az emberiségnek. Úgyhogy mikor azt látom, hogy... hogy és sajnálom, hogy, hogy ki kell mondanom, de hát nem tudok mit csinálni. Mikor azt hallom, hogy ez a, a reveal hidden reality dolog, órák hosszat arról van szó, hogy ők mit gondolnak, hogy a halál után milyen élet van, vagy hogy Énok könyve szerintük miért hazugság, vagy egy, egy Jezsuita kreálmány, vagy hogy szerintük a Föld miért nem lapos, akkor nem tudok másra gondolni, csak erre. Hogy kit érdekel az, hogy én mit gondolok? Ki kíváncsi arra, hogy mi az én véleményem arról, hogy mi az, amit ő gondol? Ha az érdekelne valakit, akkor elmehetne és nézhetné a misét minden vasárnap. A lényeg az, hogy mi az, amit Jahua mondott erről. Nem az, hogy mi az én véleményem róla. Az a lényeg, hogy mi az, amit ő akar. Egy órán keresztül el tudnánk beszélgetni arról, hogy mi történik a halál után, szerintük. Hogy, hogy, sze, hogy szerintem a halál után, ez, ez, ez valami, ez egy vélemény volt ott, hogy még Isten még ad egy lehetőséget az embernek, meg még lejön beszélni az emberrel, hogy az ember akar-e a mennyországba kerülni, vagy nem és ezt én nem talál. A másik azt mondja, hogy hát, hogyha valakitől megkérdezik akkor, hogy a pokorra akar kerülni, vagy nem, akkor jó, hogy azt választja. Na erre az a válasz, hogy nem, vannak olyan megáltalkodott emberek, akik még akkor is a poklot választják. Hát mondom. Szó, és ezek az emberek azok, akik aztán elkezdik magyarázni, hogy, hogy mi van, hogy van. Úgyhogy én szerintem erre gondol itt. Amikor azt mondja, hogy ezek az ő hazugságaikkal, hízelkedéseikkel az én népemet megcsalják. Holott én nem küldtem őket, sem nem parancsoltam, és használni sem használtak a népnek. Úgyhogy én erre gondolok, mikor, mikor erről van szó. Meg persze az összes teológusa. 33. Mikor pedig megkérdez téged a nép, vagy a proféta, vagy a pap, mondván, micsoda a jahuának terhe? Akkor mondd meg nékik azt. Mi a teher? Az, hogy elvetlek titeket, azt mondja Jahua. Az a teher. Ha nem az úton jársz, akkor elvet benneteket, és akkor nem e, tartozunk hozzá. Az a teher. Nem pedig az, hogy, e, hogy én nem ehetek, e, mit tudom én, pörölycápát, vagy, e, vagy nyulat, vagy hogy esetleg, mit tudom én, Tíz nap, egy, egy évben nem lehet uh, azt csinálni, amit az ember akar. Mert az az ő ünnepe. Ez olyan nagy dolog. Nem az a teher, hanem az, amikor ő majd elfordult tőlünk, az lesz majd a teher. 34. Amely proféta, vagy pap, vagy község azt mondja, ez Jahúának terhe. Meglátogatom azt az embert és annak házát. Ki-ki ezt mondja az ő barátjának, ki, ki az ő atyafiának. Mit felel Jahúa? És mit szólt Jahúa? És Jahuának terhét ne emlegesítek többé, mert mindenkinek terhes lesz az ő szava. Ha elforgatjátok az élő Elohimnek, a seregek urának, a mi hatalmasságunknak beszédét, az lesz a tehe. Amikor majd az ember elkezd beszélni a saját gondolatait, és elforgatja az ő szavát, majd a teher csak akkor fog igazán következni ez az, amit a világ meg fog látni hamarosan. Ez az az időszak, ami bekövetkezik. Mikor már mindenki jóformán elfordult ettől. Akkor lesz az, hogy azt mondja, hogy, hogy akkor majd most meglátjátok, hogy mi a teher. Mert a teher az, hogy elvetlek titeket. És az, hogy 34, ez Jahuának terhe, meglátogatom azt az embert és annak házát az lesz majd a teher. 37. Ezt mondjad a profétának? Mit felelt néked, Jahuah, és mit szólt Jahuá? 38. Hogyha Jahuának terhét említitek, tehát ezt mondja Jahuá, mivel hogy ti e szót mondottátok, az, hogy a, a, a maga a parancsolat, a tora az instrukciók, az átok, az senki nem tudja tartani, az rabság, az halál, az úgy hangzik, mintha teher lenne. Hogyha Jahuának terhét említitek, ezt mondja Jahua. Mivel, hogy ti e szót mondottátok, ez Jahuának terhe, jól lehet küldék ti hozzátok, akik ezt mondják, ne mondjátok, ez Jahuának terhe. Annak ellenére, hogy folyamatosan küldte és küldi az embereket, akik elmagyarázzák az embernek, hogy hogy, hogy van ez, és hogy ez egyáltalán nem teher, annak ellenére az emberek folyamatosan ezt mondják. Ha már Jeremiás idejében ez volt a baj, akkor miért meglepő, hogy most is ugyanez a helyzet? 39. Ezért ímé én elfeledlek titeket, és kigyomlállak titeket, és a várost, amelyet néktek és a ti atyáitoknak adtam az én orcám elől. És Örökkévaló szégyent és örökkévaló gyalázatot hozok, tirátok, amely felejthetetlen. Ha elfelejti az embert, akkor van egy másik, aki viszont csak arra várt, hogy ő elfelejtse az embert. És akkor az a másik azonnal megérkezik, és az ő saját csapatával, elkezd az emberek fülébe suktosni dolgokat. Hogy mindegy, hogy, hogy milyen vagy, én, hogy, hogy, Isten szeret, hogy mindegy, hogy, hogy hogy, hogy jössz, vagy hogy kit szeretsz, vagy hogy, hogy beszélsz, vagy mit eszel, vagy milyen ünnepeket Isten szeret. Hogy mindegy, minden. Ez történik akkor, mikor Jahúa elfelejti az embert. A másik akkor kezd el csak igazán dolgoz. És ő az, aki ilyenné tette a világot. És nem a teremtő az, aki ilyennek teremtette. Ő egyszerűen csak azt csinálta, amit megmondott a kezdet kezdete. Ha nem csinálod, akkor ez lesz a következménye. És ez lett. Csak az emberek nem olvassák, hogy ő mit mondott, ezért nem értik, ami történt. Az örökkévaló szégyen, örökkévaló gyalázat pedig persze az, a, az izraelitákra vonatkozik. Azonban, ha megérti a, az ember azt, hogy mi következik ezután az élet után, az ugyanúgy örökkévaló szégyen és örökkévaló gyalázat. És az ugyanúgy annak az eredménye, hogy az ember azt mondogatja, hogy ez teher. És ez pedig azoknak a munkásságának a következménye, Akik 32-es versben, akik hazug álmokat profétálnak, akik filozofálnak, és megcsalják a népet az ő hazugságaikkal és hízelkedéseikkel, azzal, hogy egyszerűbbé, te, egyszerűbbnek láthatják az egészet, mint amilyen. Azért, hogy az emberek elfogadják azt. Holott ő nem küldte őket, se nem parancsolt nekik, és nem is használnak a népek. Ezen emberek munkássága aztán az egész népességre kihat. Hiszen így terjed el ez a hazugság. Kolosséjakhoz 1, 4, 8. Kolosséjakhoz 1, 4, 8. Nézzük. Saul level a kolosséjak az első fejeze. Négyes vers. Mivel, hogy hallottuk a ti hiteteket a mesiákja husában, és a szeretetet, amelyen minden szentekhez vagytok, a mennyekben néktek eltett reménységét, amelyet előbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangélium, mely a jó hír. Az igazság beszéde, amelyet előbb hallottatok. Az evangélium. Mi volt az igazság beszéde? Jahua instrukciói, a Tora, az ő parancsolatai. Ez az igazság beszéde. Hatos. Mely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem, úgy, mint nálatok is naptól fogva, melyen hallottátok és megismertétek Elohim kegyelmét igazán az egész világhoz eljutott, ugyanúgy, ahogy, ahogy azt mondta, hogy az egész világon el fog terjedni, minden nép tudni fogja. Ugyanúgy ezek is e, megtudták a kolosséjak. Úgy, ahogy tanultátok is Epafrástól, a mi szeretett szolgatásunktól, aki hív szolgálja ti siáknak, mesiáknak, aki meg is jelentette nékünk a ti lélekben való szeretetek. Tehát szeretetek teket Nehéz szó. Saul ugyanarról beszél, amiről az egész könyvben mindenki. A jó hír az maga az igazság beszéd. És Elohim kegyelme az, ami azokra száll, akik ebben élnek, akik ezt követik. következő. Első teszalonika, második fejezet. Saul levele, első levele a teszalonikaiakhoz, második fejezet, 12-es vers. És kérve kértünk, hogy Elohimhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Az ő országa, Elohim országa. Ez első teszem, a második fejezet 12-es vers. Ez Elohim országa, az ő dicsősége, ő az, aki hív minket, ez az ő szabályrendszere. Úgyhogy nem tud idejönni senki, hogy megváltoztassa ezt. Hogy hozzám méltóan viseljetek magatokat. Ugyanazért mi is hálát adunk Elohimnek szüntelenül, hogy ti befogadván Elohimnek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét. Azt mondja Saul, hogy ők Elohim szavát hirdették az embereknek. Nem egy új tanítást, egy teljesen új rendszert, ami a kegyelemrendszere, hanem az ő beszédét. És azok az emberek teszalonikában elfogadták, mint, elo, mint valódi Elohimtől való szó, nem mint emberek beszédét. Tehát nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Elohim beszédét. Amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Elohim beszéde az az ő parancsolatai és instrukciói. Azért akartam megmutatni, aki azt gondolja, hogy Saul Pál egy hamis proféta volt, vagy ő, ő bármi mást hirdetett, mint amit, amit az összes többi az egész könyvben, azok számára itt a bizonyíték, hogy ő ugyanazt mondta mindvégig, mint az összes többi. Ugyanúgy, kolosséjakhoz, ugyanúgy, mint Teszalonika, első Teszalonika második fejezetben. Elohim beszéde ez az, amit mindenkinek el kell fogadnia. Ez a jó hír. Második Timóteushoz, második fejezet. Második Timóteushoz, második fejezet, 14- vers. Második Timóteushoz, második fejezet, 14 vers. Így szó, ezekre emlékeztest kérvén kérve őket így a hua színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul a hallgatóknak romlására. Minden vita különösen azok, amiket, amiket az interneten lehet látni, és szinte minden Hogy két fél mondja a saját meggyőződését, úgyhogy esze ágában sincs változtatni azon. Mert ha legalább úgy lenne, hogy valaki változni akar, de nem arról van szó, arról van szó, hogy mindenki megmondja magáért. Ezért nincsenek a kommentek 90%-a nem jelenik meg sehol. Mert annak nincs értelme, hogy az emberek ilyen vitákat foglak, ilyen vitákkal foglalkoznak, erre vesztegesik egymás idejét. Nem vezet sehova, erre figyelmeztet. 15. Igyekezzél, hogy Elohim előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyen nem val, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. Az igazságnak beszéde a tanak, az, az úgynevezett ó testamentum. Erről már szó szóval. volt. Ez az igazság beszéde. Ez az, ami szerinte az igazság beszéde, hiszen ő tudja a fogalmakat. Arról beszél, hogy Elohim előtt, nem Jahusha, ha másják előtt, hanem Elohim előtt becsületesen megáll. Aki érti az igazság aki helyesen hasogatja az igazság Azt csak úgy lehet érteni, ha az ember olvassa. A szentségtelen üres lármákat pedig kerül, mert mind nagyobb igaztalanságra növekednek. Mindezokat, amiknek nincs értelme, azok elvezetnek a mindenható szavától filozófia az, hogy szerintem, vagy szerinted, vagy ő szerintem, vagy ezt olvastam, vagy ezt hallottam. Jakab 1.17. Jakab 1.17. 17. 17-es vers így szól. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok adjátosszá alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnéka. Ez pedig már a Brit Kadasa, az új szövetség legvége. Minden jó adomány, minden tökéletes ajándék felülről való a világosságok atyától, hogy a huától, akinél nincs változás, vagy a változásnak árnyéka. Semmi. Nem gondolja meg magát, nincs izé eltörlés, nincs csak kegyelem, meg semmi. 18. Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által. Az ember újjászületik, születik akkor, ha elfogadja a husáha a jálkot, és úgy él. Az igazság igéje az, ami újjá szüli az ember. Aki újjá teremti az embert. Hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk, az első ö, gyümölcsei. Ő az, aki újjá teremt bennünket. Azáltal, hogy eljutatta hozzánk az ő szavát, hogy hogyan kell élnünk. Ezáltal születik újjá az ember. Nem arról beszél persze, hogy az ember olyannak születik. Az ember alakul, mikor megérti. Ez azonban a huátolja. 19. Azért szeretett atyám fia, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólása, késedelmes a haragra. Ez egy olyan tanács, amit mindannyiunknak... Meg kell fogadni. Legábbis az emberek nagy részén. Belétve engem is. De ezt mindenképp érdemes figyelembe venni. Mert ember haragja Elohim igazságát nem munkája. Harag az nem jó. Elvetvém azért minden undogságot és a gonoszságnak sokaságát, a törvénytelenséget, szelítséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelketeket. Az ige az, ami az igazság. A gonoszság pedig annak az ellentétje, aki nem a törvényeket cseleksz. Ezért a beoltott igét szelítséggel fogadjuk. Az az, ami életet ad. Az az szerint való élet. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat megtartói, úgy éljetek, úgy cselekedjetek, ne csak hallgassátok. Ez az, ami az igazság. Ez az, amit egy igaz próféta mond. Ahogyan Jakab mondja: megtartói, ne csak hallgatói, megcsalvá magatok. Mert ha valaki hallgatója az igének, a szónak, az írásnak, az instrukcióknak, és nem megtartója, aki nem cselekszik, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát. És megcsalja magát. Úgyhogy mindvégig egy és ugyanaz az üzenet. És nézzük, hogy... Be fogjuk fejezni itt, és folytatjuk a következő alkalommal, mert még talán annyi lesz, hogy kiderítsük, hogy mi is az igazság. Illetve hát még többet kiderítsünk az igazságot. De meg fogunk állni itt, Jakab 1.17-nél, illetve 23-nál, és a következő alkalommal folytatni fogjuk mert még van elég sok vers, és már nem akarom, hogy nagyon elhúzódjon, mert gondolom, de egyelőre elég ennyi szerintem. Úgyhogy ennyit akartam arról, hogy igaz, hamis proféta, mi az igazság, ki mit mond, hogyan lehet eldönteni. Aki nem, az instrukciókat helyezi első helyre, és a megváltóba vetett hitet, az mind a hamis profét a kategóriába tartozik. Teljesen mindegy, hogy mennyire jól hangzik, vagy mennyire barátságos, vagy mennyire imponál számunkra, vagy hihető. Ez a legfontosabb. Ki az, aki az ő szavát helyezi első helyre? Most pedig, ha... Meg kellene néznünk a naptár dolgot, mert... Még mindig nem százszázalékos, el kell, hogy mondjam őszintén, hogy még mindig vannak kérdések. Az a lényeg, hogy inkább maradjunk annyi, hogy fölteszem a videót, a videót erről a témáról, és aztán ha lesz kérdés ezzel kapcsolatban, akkor, akkor megtaláltok, és is, is, is megbeszéljük. Még annyit szerettem volna, hogy akit esetleg érdekel, akkor meg tudom osztani a hát sundial, nem tudom minek hívják, napóra, vagy mit tudom én. Ez a szerkezet, amivel meg, meg lehet nézni, hogy mikor mikor, hogy áll a nap, és mikor van a maga napi egyenlőség. Megvan erre a, a rendszer, hogy hogy kell megnézni. El tudom küldeni, akit érdekel, annak a tervrajzai. Azt nem tudom, hogy mennyibe kerül megcsinálni, de azt tudom, hogy hogy Miriam megcsinálta, és és tökéletesen úgy néz ki, ahogy a videón. Úgyhogy szerintem az lenne a legnagyszerűbb, hogyha ha minél több embernek meg lenne, beszéljen egy asztalossal, megcsinálná, szépen elmagyarázom, hogy hogy kell felállítani, és hát elmagyarázzuk, mert szerintem vannak, akik jobban tudják. És akkor lenne egy, egy rendszere, ennek lenne több, és akkor tudnánk nézni, hogy mikor, hol van a nap, és a szeptemberi napi egyenlőségre már lehetne is több uh, olvasat, és akkor abból összejöhetne egy jobb eredmény. Egy fontosabb eredmény arra nézve, hogy, hogy mikor is van a, az év kezdete, mikor van, vannak ezek az időpontok, és közelebb tudnánk jutni. Úgyhogy ha valakit érdekel, akkor, akkor írjon, és e-mailben elküldöm, meg megpróbálom majd a, Google-re felrakni, de ezek fájlok inkább, úgyhogy egyszerűbb lenne, ha el tudnám küldeni. És nem, nem, tudom, ha esetleg, ha, ha Miriam beírja, hogy mennyi volt a, a költsége, ha nem szégyenli, vagy nem titok, akkor, akkor azt is lehetne látni, hogy, hogy mennyibe került urván, vagy mit tudom én, vagy esetleg, nem tudom, sorozatban gyártjuk őket majd ott. A lényeg az, hogy, hogy ez fontos lenne, na, nem kéne akkor másnak a, az eredményeit nézni, vagy az, hogy, hogy Kaliforniában ennyi, vagy mit tudom én, hol úgy van, hanem lenne mondjuk egy pár, és akkor látnánk, hogy, hogy így alakul, és akkor közelebb kerülnénk. Higgy mindenki, aki még most itt van és hallgat. Annak, annak annyit mondanék, hogy ha, ha most odalapoztok, sem ott. Második Mózes 12, második Mózes 12, de felolvasom. Mindjárt csak keresem a verset egy pillanat. Második Mózes, ja igen, rosszul mondom, 13, bocsánat. Második Mózes 13, Aki, aki, izgul azon, aki, akinek megfordul a fejében az, hogy, hogy mi is ez a fenevad bélyege dolog, vagy hogy mi lesz vele, vagy hogy mit kell csinálnia, annak, annak ezt javaslom. Második Mózes 13, hetes vers. Így szó. Kovásztanom kenyeret egyéb hét napon át, és ne láttassék nálad kovászos kenyés, kovász ne láttassék a te egész határodban ez ugye az, ami most következik. Egy hétig. És add tudtára te fiaidnak, a fiadnak azon a napon mondván, ugye ez az, amit az ember csinálhat a kovászlan kenyér ünnepén, kérdezik, hogy mit lehet csinálni. Ez az egyik. Add tudtára te gyermekednek azon a napon mondván, ez amiatt van, amit ja, hú, a hua cselegedett velem, mikor kijövék Egyiptomból. Elmesélni neki a történetet, megtanítani neki, hogy miért, mi van, miért. Kilences. És most figyeljen mindenki és legyen néked jelgyalánt a te kezeden, és emlékeztető a te szemeid előtt azért, hogy az a törvénye a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki Jahua Egyiptomból. Tartsd meg azért ezt a rendelést annak idejében esztendőről esztendőre. Legyen ez néked jelgyalánt a kezeden től a szemeid előtt. Ez kilenc. De egyébként, ha lenézzünk a 14-eshez, így folytatja, és ha egykor a te fiat téged megkérdez, mondván, micsoda ez? Akkor mond hatalmas kézzel hozott ki minket Jahua Egyiptomból a szolgálatnak házába. 16. Legyen azért jel gyanánt a te kezeden, és homlok kötő gyanánt a te szemeid előtt, mert hatalmas kézzel hozott ki minket Jahua Egyiptomba. Úgyhogy akkor szerintem elég fontos számára az, hogy az ünnepei mikor történnek, meg hogy ki csinálja, meg ki vesz részt benne, meg hogy. Mindenki, aki azt gondolja, hogy a fenevad bélyege az egy mikrocsip lesz, vagy egy, egy elektronikus tetoválás, annak valószínűleg igaza van. A, a lényeg az, hogy mi a teremtő jele, mi a hua jele, És hogy lehet azt megkapni? És egyértelmű, hogy az ünnep az egyik ilyen mód. Ez az egyik ilyen mód, hogy ezt megkapja. Úgyhogy ennek igen komoly jelentősége van, hogy mikor van, meg hogy ki csinálja, és hogy csinálja, és hogy vesz részt be. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az InfoBubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtuk itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!